Tóth Sándor János a nevem, Windsor, Ontarióból jöttem, úgy, mint kamionos, ugyanúgy a sztrájkba, tehát erre a protestre vagyok. Itt a fő célja ennek a protestnek, mint először a mendéteket lift up, kicsit most keverem az angolt a magyarral, igen, az all restrictions, és ugyanúgy a vakcinát azt töröljék el teljesen, tehát ne legyen ez a white vaccine passport, mert evel mi nem értünk egyet. Tehát én megszeretném a saját constitution, tehát a kanadai constitution, az alkotmányát gyakorolni, nem azt a liberális mozgalmakat, azt a baliberális mozgalmakat, amiket ők most kitaláltak. Én evel nem értek egyet, de nem csak én, hanem mindannyian, akik itt vannak, senki nem ért egyet. Tehát nem is, ne legyen félreértés, nem az a lényeg, hogy most akkor aki szeretné az oltást, vagy a vakcinát, mert nem is nevezhetem ezt a oltásnak, inkább vakcinának, mert ez még kísérleti folyamatban levő vakcina. Most nem az a lényeg, hogy mi éppen azon gurkolunk, hogy a vakcinát teljesen kivegyék forgalomból a piacról. Tehát aki szereti felvenni továbbra a vakcinát, úgy érez, hogy az a vakcinával őt fogja segíteni, mindenkinek a saját választása, de ne kötelezzenek, ne erőszakolják ránk a kötelező oltást vagy a vakcinát azért, hogy én átmenjek az Egyesült Államokba, vagy azért, hogy dolgozni tudjam, mert azoknak is ugyanúgy azért, akik dolgozni szeretnének. Tehát ez most mindent beleértek, lehet doktor, ápoló, igaz, mechanikus, mérnök, stb. Tehát ennek az egész protestnek a lényege, hogy ezt a pártot, ezt a liberális pártot teljesen kisöpörjük a parlamentből, és kezdjünk egy új rendszerre. Most lehet, hogy egy kicsit rosszul vagy hülyén hangzik egyeseknek. Én szerintem nem csak a... Oh, thank you, buddy, appreciate it. Thank you. Most nem csak a konzervatívok, meg a többi párt, amit szerintem ki kell söpörni mindenkit, mert egy teljesen új, egy új eszmét kell behozni ebbe a parlamentbe, mert ha őket kisöpörjük, akkor ugyanúgy feljönnek valami mások, de még mindig a World Economic Forum meg a Klaus Schwab-nak az ideológiáját fogják gyakorolni, mert ez a világon van, gyerekek. Szóval én azt mondom, hogy mindenki, the whole world, álljon fel, és kezdjetek el protesztelni, nem kell félni, az összefogás a lényeg. Tehát ami van itt most, amit látok itt Ottawában, meg Kanada összes városában, igaz, figyeljétek és lássátok az összefogás, a szeretet, az emberekből kivonó jóság, amit mennyire szeretjük. Tehát itt most teljesen össze vagyunk fogva, szóval ezt kívánom mindenkinek, hogy csináljátok, gyerekek, most az idő, mert ez az utolsó esély, tehát itt több remény, meg esély nem lesz. Itt ez az utolsó. Köszönöm nagyon szépen. Fel a győzelemre, ahogy Torockai László mondta, nekem ő a kedvencem. Fel a győzelemre, gyerekek. Köszönöm szépen.